Ahogy beköszönt a jó idő, rengeteg család látogat el az újszegedi Gergőligetbe, ahol nem csak sütögetni, fára mászni, de akár túrázni is lehet egészen a Maros-torokig. Hétfő reggel azonban ez a kép fogadta a területet szinte egymaga karbantartó Farkas Andrást. Hogy reggel 6 órakor még égett a tűz, és hát gondolatlanságból éjszakára itt hagyták. Ha nem esik az eső, akkor itt elindulhatott volna ezen a fán az erdőtűz. Nem csak most tüzelt, tavaly is eltüzelték, tavaly előtt is feltüzelték az ülőkéket, tehát úgy tűnik, hogy ez évente nyaranta megismétlődő program valakik számára. A liget gyakori vendégei, a futók és a kutyasétáltatók sem vettek észre semmit, feltehetően hajnalban történt az eset. Már lassan nem is vendég vagyok itt, hanem otthon érzem magam, kellemes a környezet, és hát megdöbbentem ezen a vandálságon, úgyhogy nem tudom, kik tették, sokan járnak az utóbbi időben kénytelen, köszönhetően Andrásnak, hogy itt olyan rend van, mint a patikában, úgyhogy nem tudom, hogy kik tették, de az egy felháborító. Előfordult korábban, hogy széttépték a kis híd korlátját, rönkökkel dobálták tele a Maros csatornát, vagy az erdészek által összevágott fát köbméter számra görgették a Tiszába ismeretlenek. András most is rendbe tette a pusztítás nyomait. A faülőkék egytől egyig megsemmisültek. A vandálok több mint 2 köbméternyi tüzelőt égettek el, amit a liget megálmodója gyűjtött össze hetek, hónapok alatt, hogy a piknikezőknek ne legyen gondja erre se. A tüzelőt azt én össze fogom szedni egy hét alatt, mert ugye az anélkül nem lehet piknikezni, sütögetni. A rönköket meg hát egyelőre ilyen erre-arra található fákat idehozok, arra le lehet ülni. Hát most majd az ülőkét meg, hogyha kapunk rá a engedélyt a Zati Biziktől, vagy valamelyik rotaris barátom újra besegít és hoz egy ilyet. Úgyhogy erre várunk. Farkas András sokat dolgozik az ártéren azért, hogy másoknak örömet okozzon. Próbál mindent rögzíteni, leláncolni. A fedett étkezőt talán ezért nem értek ár eddig, bár a tetejét már többször kellett cserélni, mert kiukasztották. A tavalyi esetet jelentette a rendőrségen, de nem akadtak a tettes nyomára, így idén már nem fáradt ezzel.